Hát a tervezés következő fázisa egyébként a placnál. Ugye, hogy azért valamelyest felmérjük, hogy mégis mi a pálya, mégis mit szeretnénk. Hát ezekkel a téglákkal jelöltem meg magát a területet. Az előbb felmértük az 5x5 métert, az hát egy kicsit túlzott méretűnek tűnt. Ugye most ebből a sarokba, ebből az oldalba jöttünk beljebb, de az 5 méter az ugye kijebb volt, hát majdnem a fatövében gyakorlatilag, és ugye innen mentünk feljebb, tehát egy-egy métert innen is, meg innen is levettünk, tehát 4 méter, 4 méter. Hát körülbelül most így ide beleterveztünk egy asztalt, mondjuk, tehát így köbbe mondjuk itt egy asztal, székek így körbe, és hát látható, hogy itt azért mennyi hely van mögötte, tehát még az is elképzelhető, hogy nem 4x4 lesz, hanem inkább kicsit lejjebb megyünk, és akkor így 3 lesz, tehát egy kicsit hosszanti elhelyezkedésű lesz, 4x3-as körülbelül, tehát most nagyjából ez a terv. A korábbiakban ugye volt az a videó, ahol terveztem azt, hogy magát az anyagot mennyiért, meg hogyan veszem, meg egyéb. De hát azt jó alaposan el is számoltam különben. Annyiszor beszéltem a 25 négyzetméterről, hogy a végén 25 darabbal kezdtem el számolni. Úgyhogy ez pont fasza volt, komolyan. Hát nekem így fejbe hirtelen ilyen 50-55 ezer forintra jött ki. Na most nem, ez nem ennyi. Jóval több, 150 fölötti mutatvány. Ez a gyakorlatilag a 25 négyzetméter lefedése, ezt nem vállaljuk. Tehát ez ennyi lóvé nincs, ezzel nem foglalkozunk. Ami lesz, az, hogy kicsit olcsósítjuk azért ezt a mutatványt, és 3 méterben, 3x4 méterben nagyjából megállítjuk ezt a történetet. Egyébként volt olyan vélemény, hogy ugye ha már az ember megveszi magát a telket, a kertet, hogy kijöjjön az ember, hogy zöldben legyen, akkor nem biztos, hogy pont az lenne az előnyös, hogyha szép lassan az ember fogja és leburkolja az egészet betonnal. Igen, ez is egy néző szemszög, van is igazságtartalma, de jó, na. Hát egy placot azért egyébként mindenképpen ki fogok alakítani. Egyébként főleg azért, mert itt látható, hogy azért ferdelt a talaj. Tehát itt, hogyha most egyenesen akarnék állni, akkor az csak így mehet. Gyakorlatilag. Szóval nem jó. Egyenesen itt nem lehet állni. Az egész talaj fölfele megy, 5 méteren vagy 40 centit emelkedik maga a talajszint, úgyhogy ez így nem jó. Egy plac kialakítása mindenképpen meg fog történni, de olcsóbb kivitelt fogunk választani, lehetőleg a lehető legolcsóbbat egyébként, hogy ne kerüljön már 150 000 forintba, ha nem mindegy. Hát a tervezésnél most pillanatnyilag itt tartunk.